Az akusztikus zenének van egy különleges hangulata. A zenében ilyenkor a nyugodtság dominál, a balladák sokkal hangsúlyosabbak, mintha egy elektronikus hangzású zenekar állna a színpadon. A rockzenében pedig különös csavart jelent, ha az amúgy elektromos gitárokkal és gyors tempójú számokkal operáló formáció egy visszafogottabb műsort ad. Így volt ez a 12. alkalommal megrendezett Borok és Húrok Fesztiválon. A fesztivál szervezője Csele Lajos azt mondta, mindig is az volt a cél, hogy az érdeklődők minőségi zenét hallgathassanak. Azt hiszem, hogy mindig fejlődtünk egy picit. Minden évben egy picit más volt. Ugye voltak olyan tapasztalataink, olyan problémák vetődtek fel, olyan esett az eső, ugye kétszer, hál' Istennek csak kétszer is, és ugye a helyszínek is változtak. Ugye először itt volt fenn, Vármegye háza nagy termében volt, utána leköltöztünk a múzeum elé, és most már újra 3 éve itt vagyunk, és ez egy különlegesen jó környezet. Hát ez is a próbálkozás volt, a tapasztalatok, hogy hol szól jobban, hol kellemes a zenészeknek, a legkellemesebb a zenészeknek, és értelemszerűen a vendégeknek, akik eljönnek, a közönségnek. És ez teljesen jó összejött, és akkor a zenére is, a meghívottakra, mindenre igaz ez, hogy vannak néha visszatérő vendégünk, aki majd most jön, a Todorovics, egy nagyszerű szerbiai gitáros, ő már egyszer volt, de egy teljesen más formáció, teljesen más koncepcióval jön vissza, és minden évben próbálunk egy picit másképp csinálni, mint az előzőben, valami más rendszer szerint most a gitárok, az énekhang, különleges énekesek dominálnak, és a szuper jó gitárosok. Hallottuk, ugye ő elég gyakran fellép Szekszárdon és a környéken, és nagyon becsüljük, és főleg ezt a formációt, ez az akusztikus formáció, ugye a gitáros rác Szekszárdi, és különlegesen jól gitározik, és megdöbbentő, hogy egy gitár és egy hang gyakorlatilag a rock legendákat meg tudja szólaltatni, és nagyon, nagyon érdekesen, és tehát ez a fesztiválhoz illően akusztikussal, mi döntően akusztikus zenekarokat hívunk. Nem annyira zúzós, de úgy, itt nagyobb a paletta a zenében, ugye a színek is egy kicsit nagyobbak, a hangerő annyira nem nyomja el az egészet. Szeretjük mi is a rockot, de hát mi akusztikus zenét játszunk, így értelemszerűen az akusztikus hangszere megszólaló zenészeket is jobban kedveljük, szívesen hívjuk, döntően őket hívjuk pontosabban. A Borok és Húrok Fesztivál egyik sztárfelépője a pécsi énekes Rudán Joe volt. A teljes zenekar helyett itt egy szekszárdi gitáros kísérte, amíg ő a legnagyobb rock himnuszokat énekelhette. Rudán számos Tolna megyei rock formáció tagja is volt korábban. Azt mondta, örül, hogy sokszor térhet vissza a településre, mert rengeteg emlék köti ide. Fiatal koromban 20 éves se voltam még, mikor ide kerültem. Bonyhádi zenekarban, amiben utána a Szignáli zenekar, Szexuális zenekar, ugye a Szignál volt, ugye aztán Spirál lett a neve. Hát az nagyon régen volt, nagyon régen volt. Hát nem mi örömmel jövök egyébként Szexuálra mindig. Hát nyilván minden évben többször is játszok azóta is, ugye különböző formációkkal. Meg hát ugye nem is beszélve például a Csörgetóról, azért csak itt volt 10 évig a Csörgetó, ami Gyimesi Sándor barátomnak voltam én a jobb keze itt a szervezésben. Meg az összes többi jó kis koncert, ami volt akár a sportcsarnokban, vagy hát valamelyik szabadtéri színpont. Örömmel jövök Szekszárdra, nagyon sok az ismerős, hát látod éppen a volt régi dobos kollégával beszélgetek, meg hát itt még nagyon sok olyan barátom van, aki azóta is tartom a kapcsolatot. Örömmel jövök. Nekem voltam itt egyébként, most ugye a zenekarommal is játszottunk itt tavasszal, előtte voltam itt a Szexár Big Band-del is énekeltem, a 40 éves Big Band jubilami koncerten, tehát én mindig örömmel jövök Szekszárdra. Rudán szerint nehéz több mint 30 év pályafutásából kiválogatni azokat a dalokat, amiket elő tud adni egy-egy akusztikus koncerten, hiszen nem mindegyiket lehet könnyebbé és visszafogottabbá tenni úgy, hogy megüri
vissza az eredeti dal mi voltát. Nehéz a dolog, mert általában, ha amit kitalálunk, hogy csináljuk meg, ott Laci barátom, egyébként a szexádi fiú, hogy általában fele marad meg, mert az eléggé kritikusok vagyunk saját magunkhoz, hogyha megszól éppen most az Emerson Lake & Palmer, mert a Szelávi című dalt néztük, és úgy döntöttük, hogy inkább azt hagyjuk, mert azért mégiscsak, tehát nem mindenáron kell játszani mindent. Tehát itt sajnos egy gitár, ami adott, én nem akarok használni különböző loopokat, már megtehetném, meg például Kalapács Józsi barátom használ ilyen különböző loopok, amik fel vannak véve előre, ugye akár egy ütőhangszer, vagy egy kis basszus, vagy bármilyen vokál. Könnyebb volna ugye a helyzetünk, de mivel mi csak egy szálgitár és énekkel vagyunk, ugye így olyan dalok maradnak meg, amik tényleg ilyen tábortusz feeling, ami megszólal egy szálgitárral. Tehát nehéz, fel van adva a lecke, de hát működik a dolog már 9. éve, tehát ha nem menne, akkor nyilván nem csinálnánk, és örülünk a meghívásnak. A repertoár az, hogy 3 óránál is több, most itt egy órát kell játszanunk, mert nehéz szelektálni, próbálok mindenből egy kicsit adni, ami én vagyok, ami olyan dalokat, amik ugye velem jelentek meg, nyilván olyanokat játszunk el, meg amiket szeretünk és kedvelünk és tetszik. Törött az ablak, rángatja szél, lejön a hó a tél. A szürke sír, itt a halgányról mesél. Az énekes úgy látja, mind az idősebb generációra, mint a fiatalabbakra is hatással van egy-egy ilyen akusztikus est, és a régi dalokat ugyanúgy éneklik, mint az újabbakat. Aki ezen a zenéken nőtt fel, elhozza a gyermekét, vagy unokáját, hát akinek tetszik, az hallgatja. Azért az eléggé, mivel nem egy kemény rock produkció, hanem egy ilyen lightosabb, akusztikus dolog, szerintem sokkal szélesebb réteget megszólíthat ez a muzsika. Tehát jönnek a fiatalok is, hát épp is láttam, épp itt a Szexuális Gitárkvartett például, tehát fiatalok, nagyon helyes. Örülök, hogy vannak fiatalok is, és hát foglalkoznak a gitárral, meg hát eleve a zenével. Daylight waits when all I see is hell.